Az eredetileg a kismányoki apró népek tánccsoportnak indított tábort már máshonnan érkező gyerekek is látogatják. Nem véletlenül lett ilyen népszerű az egyhetes programsorozat. A néptánc, az ének, a történetmesélés, a mindennapok részeit. Nagyon jó, izgalmas, és sok mindent csinálunk. Barkácsolunk, táncolunk, énekelünk. Amellett, hogy a gyerekek ismerkedhetnek a néptánccal, még számos érdekes dolgot is megtanulhatnak a székely hagyományokról a gyakorlatban is. Ebben az évben a tábort a fiú-lány, férfi-női minőségre koncentrálva állítottam össze, és a tevékenységek is, és a táncok is ehhez kapcsolódnak. A tevékenységekben például olyant terveztem, hogy a lányok tésztát készítenek, hogy megtapasztalják, hogy milyen az egy tojás és liszt segítségével egy ebédet elkészíteni, és nem csak egy zacskót előveszek és kifőzöm. A fiúk pedig a fizikai munkával ismerkedhettek meg, még árkot is takarítottak. Azért az is szóba került, hogy a mai világban ez már nem így van, a munkahelyen dolgozó nőknek szüksége van a férfi segítségére az otthoni teendőkben is. A meghívott helyi idősek pedig meséltek nekik a régi időkről, hogy mivel játszottak a gyerekek annak idején. Mi nem tudtuk gyerekkorunkban, hogy ez hagyomány, vagy micsoda. Nem volt babára pénz, mert egy szegény világ volt háború után, és akkor játszani kellett, hát mivel játszunk a porba, csináltuk a sárba, akármi sütöttük a pogácsát. Nyáron a kukoricacső, mikor már kint volt a kukoricacsőnek a haja, akkor abból babáztunk. A tábornak sokan már évek óta visszajáró lakói, mert annyira megszerették ezt a közeget, ahol mindig szeretettel fogadják őket, és rengeteg érdekes dolgot tanulhatnak.